Niels Bohr és Heisenberg találkoztak Kopenhágában, a megszállt Kopenhágában 1941-ben. Nagy kérdés mai napig, különösen az elméleti fizikusok körében az, hogy mi történhetett 1941-ben Kopenhágában a háború kellős közepén. Körülbelül annyit sejtünk, vagy tudunk róla, hogy a német atombomba versus amerikai atombomba sorsáról van benne szó. Ezt járja körül a színdarab. Szintisztán nagyon pontosan történelmi tényekre alapul, és történelmi tényeket dolgoz fel. Fizikusoknak, vagy az értelmiségieknek egy háborús helyzetben viselt felelősségéről van benne szó. Fölfedezünk valamit, ami esetleg az emberiség ellen felhasználható, ez pedig a maghasadás. Aminek hát aztán a végén tudjuk, ugye az lett a következmény, hogy a németek nem csináltak atombombát, hála Istennek, az amerikaiak pedig csináltak atombombát, sajnos. Fordulópontja volt az emberiségnek maga az atomkutatás is ez az időszak, ami hát aztán egészen átírta a háborún túl, már messze az emberiség történelmét. Tehát kétségtelen, hogy ez egy vízválasztója a tudományosságnak, hogy mit szabad megcsinálni a tudománynak, hogyha egyszer csak oda jut, hogy képes rá, és akkor ennek a folyamányaképpen született meg az a felismerés, hogy már pedig az ember azt, aminek az elkövetésére képes, azt elköveti. Az azóta eltelt történelmünk az önmegtartóztatás gyakorlásának a történelme. Szerintem az egész világ azon dolgozik, rajta kívül is, ebben elismert szaktekintő. Nem publikált maghasadásról. De ő volt az első, aki az atomfizikával foglalkozott, és mindent megvitatott. Az még 32-ben volt, maghasadásról csak az utóbbi 3 évben beszélnek. És ha a németek feltalálnak egy olyan új fegyvert, ami a maghasadáson alapul? Senki nem fog maghasadáson alapuló fegyvert föltalálni. És ha mégis, akkor Heisenbergnek közelem hozzá. Én a Heisenberget játszom. És itt a Való Péterrel az első percben már ugye elemezzük ezt a rendkívül sűrű és nagyon feszülten és remekül megírt darabot, hogy mennyire felmenthető Heisenberg vagy nem. És hát a Péterrel megegyeztünk abban, hogy bizony felmenthető, de hát ellentmondásos az egész. Bohr az egy nyugodt, bölcs, megfontolt fickó, de pontosan tudja, hogy neki mekkora sara van ebben a dologban. Ő is részt vesz abban a bizonyos hiroshimai robbantásban. Igaz, hogy hárítja magától, hogy ő neki csak nagyon pici szerepe volt, szó szerint indítványoz egy ötletet, de és másoknak ebben nagyobb sara van. Nekem, mint Margaret Bohrnak semmi köze nincs a kvantumelmélethez, a komplementaritáshoz, a határozatlansági relációhoz, de a kopenhágai értelmezéshez sem. Csak annyi van, hogy én voltam a gépírónő. Hogyha az én szemszögemből nézem, akkor ez mindenféleképp az emberek tudományhoz, egymáshoz, a világhoz való érzelmi, kaotikus állapotáról is szól. Minden ember életében van valami olyan periódus, amikor azt képzeli, hogy vagy azt éli át, azt tapasztalja, hogy a legfontosabb dolgot csinálta, és eközben a legszorosabb emberi kapcsolatba került valakivel. És úgy érzem, hogy a Bohr és a Heisenberg életében ez a 3 év, 24-től 27-ig, amikor szorosan együtt dolgoznak, ez egy olyan jelentős élmény, hát ez körülbelül azzal vetekedik, amikor az embernek egy gyereke születik, tehát hogy valami fontos dolog történik. Értik, mert ha azt akarjuk megtudni, hogy az emberek hogyan látják magát, akkor magát nem részecskének, hanem hullámnak kell tekinteni. A részecskék önmagukban teljesek, a hullámok, zavargások valami másban. Igen, komplementaritás. Igen. A kérdés alapvető. A fotonok, vagyis a fénykvantumok, vagy részecskék, vagy hullámok. Mindkettők nem lehetnek. Vagy az egyik, vagy a másik utat kell választanunk ahhoz, hogy láthassuk őket. De ha ezt megtettük, már nem tudhatunk mindent róla,
Maga soha nem fogott teljesen és fenntartás nélkül a komplementaritást. Nem, az nem igaz, Bori. Én fenntartás nélkül elfogadtam. Vallásos hívvel ragaszkodtam hozzá magam, de meggyőződ is elfogadtam a kritikáját. Működik, és ez az, ami számít. Igen. Számít, működik, de nem ez a lényeg, Heisenberg. Mert mit tettünk mi abban a három évben, a 20-as években, 24-től 27-ig? Túlzás nélkül mondhatom, hogy kifordítottuk a sarkából a világot. Visszahelyeztük az embert az univerzum középpontjába. Én úgy érzem, hogy a három különböző civil személyiségnek van annyi intellektusa, szenvedélye, színészi képessége, hogy mivel tudjuk, hogy mit akarunk, ezért egyértelműbbé tudjuk tenni, és szerintem követhető lesz. Pontosan amiatt, mert nagyon jól van megírva a darab. És szerintem most a nézők meg fogják érteni. Én azt gondolom, hogy egy picit is, akit egy picit is érdekel a 20. századi történelem, aki egy picit is érdeklődik a második világháború és az azt követő következmények iránt, aki egy picit is felelősen gondolkodik arról, hogy bármilyen cselekedetünknek, gondolatunknak milyen következménye lehet, aki ezeket kóstolgatja, kutatgatja, vagy ezekről gondolkodik, annak biztos, hogy halatni izgalmas darabot fogunk tudni játszani.